A szokásos cicázással kezdték az edzést a szpari játékosok, akik vasárnap 3 hét szünet után játszhatnak ismét bajnoki pontokért. A Kazincbarcika elleni 4-2-es győzelmet követően Monostorpályiban 2-0-ra nyert Magyar Kupa mérkőzésen a Nyíregyháza, így október 18-án a Vasas fogadhatja a kupa következő körében Huszár Géza együttese. Ez azt jelenti, hogy 3 hét alatt 6 meccset játszik majd a csapat olyan ellenfelekkel szemben, mint a jelenlegi listavezető MTK Budapest vagy a második Gyirmót. A vezetőedző dolgát nehezíti, hogy több játékos is sérüléssel bajlódik. Nagyon fontos lenne, hogy minél kevesebb ember essen ki a csapatból. Most éppen pont úgy vagyunk, hogy a támadó szekciónk néz ki jobban, tehát létszámba is. A Ramos is már ugye játszott a tartalék csapatba egy mérkőzést, hétvégén is pályára fog lépni, tehát mondom, előre játékban vagyunk, meg létszámba. Egy kicsit a pálya közepén ugye a Vaspatrik kiesett, a Papucsek sérüléssel bajlódik, a Dajcs sérüléssel bajlódik. Úgyhogy most hátul vannak. Ahhoz, hogy stabilak legyünk, ugye, ahhoz igazán az a jó, hogyha egy csapat minél kevesebb gólt kap. Lásd a magyar válogatottat, ugye, annak köszönheti a utóbbi idők sikeres eredményeit, ugye a szövetségkapitány nagyon jól megszervezte a csapat védekezését. Hát erre kellene építeni, megpróbáljuk valahogy összedrótozni a csapatot, és hát reméljük, hogy azért ez pontokba is mutatkozni fog. A bajnokságban eddig 4 gólt szerző támadó Novák Csanád reményei szerint a folytatásban elindul felfelé a csapat a tabellán. Nyilván nem ilyen kezdésre számítottunk, kicsit beragadtunk ott az elején, utána egy edzőváltás is, utána így próbáltunk így kiegyenesedni, helyek közel sikerült, de végére így sikerült, szerintem azt mondhatom, hogy sikerült, hiszen nyertünk meccseket, több meccsen szerintem tudtunk volna még nyerni, azokon nem sikerült, de úgy érzem, hogy kiegyenesedett a csapat. A Nyíregyháza 8 ponttal jelenleg 15. a tabellán. Vasárnap a 16 ponttal második Gyirmót otthonába látogat Huszár Géza együttese. A vezetőedző elmondta, hogy mire számít Gyirmóton. Nehéz mérkőzés, de hát az MB2-ben könnyű meccs nincsen. Hát jó lenne már egy mérkőzést megnyerni idegenbe. Tudom, hogy a Gyirmót ugye MB1-ből jött vissza, egy kicsit ők olyan csapat, akik nyugodtan játszanak, ha feljutnak, feljutnak, ha kiesnek, kiesnek. Ugye az Aurél már évek óta ott edzősködik, egy rutinos, összeszokott csapat. Hát persze nem lesz könnyű mérkőzés, ráadásul ugye ők is ugye a kupából kiestek. Ugye előtte volt egy hazai vereségük a Diósgyőrtől, igaz, hogy utána Csákváron győzni tudtak. Úgyhogy persze nehéz mérkőzésre számítok, de hát egy edző ki legyen optimista, hogyha nem az edző a saját csapata iránt. A 9. forduló további párosítása a következő: Békés Csaba Mosonmagyaróvár, Dorog Kozár Misleny, Szent Lőrinc DVTK, MTK Budapest Csákvár, Kazincbarcika Eto FC Győr, PMFC Szombathely, Ajka Siófok, Tiszakécske Soroksár és Szeged Budafok.